Izrael és a Hamász megállapodott a gázai övezetben élő civilek és túszok humanitárius ellátásáról. A Katár közvetítésével és Franciaország közreműködésével létrejött megállapodás értelmében a Gázában élő civilek gyógyszerekhez és humanitárius segélyekhez jutnak, cserébe a palesztin térségben fogvatartott izraeli túszoknak juttatott orvosságokért. A gázai övezetben éhínség van, a helyzet egyre rosszabb, az ENSZ segélyszervezete a világélelmezési program közleménye szerint. A szervezet Palesztináért felelős igazgatója azt mondja, az igények gyorsabban nőnek, mint ahogy reagálni tudnának, illetve biztonságos útvonalakra lenne szükség ahhoz, hogy több szállítmányt juttathassanak el az övezet egészébe, nem csak a határmenti területekre. A gázai övezetben mintegy 300 ezer romok közt folyamatos harcok közepette élnek. A segélykonvojoknak pedig csak kevesebb, mint negyede éri el úti célját, mert az izraeli hatóságok megtagadják a belépést bizonyos területekre az ENSZ tájékoztatása szerint. Az Egyesült Államok reményei szerint hamarosan további izraeli túszokat bocsáthatnak szabadon. John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő azt mondta, az Egyesült Államok közel-keleti megbízottja Katárban nagyon komoly és intenzív megbeszéléseket folytat egy erről szóló megállapodás lehetőségéről.